Egy összetett érzés. Elsősorban boldogság azért, mert nyertünk, és csapatról beszélek, nem magamról. Öröm azért, hogy a munkánknak eredménye volt, egy nagyon nagy munka van. Egy kis aggodalom, hogy hogyan tovább. Egy kis fájdalom, hogy lehettünk volna ötön, és sajnos nem vagyunk csak ketten. És reménység, hogy mégis sikerül a magyarságot összefogni és együtt maradni. Meglátjuk, én azt kívánom Tőkési Lászlónak, hogy dolgozzon becsületesen az Európa Parlamentbe, hogy azt, amit ígért, ott alkalmazza. Nagy nyugtalansággal és reménnyel várom Tőkés első jelentését az Európa Parlamentbe, és az első felszólalásait. Örvendek, hogy sikerült ilyen nagy támogatottsággal, egy nagy párttal, több tévécsatornával, amelyek ma is hirdettek tőkés hirdetéseket törvényellenesen, hogy sikerült ilyen eredményt elérni, de legjobban annak örvendek, hogy nem sikerült neki, hogy kiverje az RMDS-t a porondról. Tőkés többször elmondta, hogy neki az a célja, hogy az RMDS ne jusson be. Ez nem sikerült, és ez a legnagyobb örömem.